az anyukák számára az intézménybe való beszoktatáskor ez az időszak, úgyhogy ezt nagyon nehezményezzük, hogy ezt le akarják csökkenteni. Ez a módosító, ez kifejezetten azt célozza, hogy maradjon egy év, és egy évre járjon szabadság. A munkatörvénykönyvéhez kapcsolódó további módosításaim, azok, a javaslathoz kapcsolódó módosítóim, azok mind a munkavállalókat érintő jogcsorbításokat próbálják megszüntetni. Az egyik a próbaidő, amit 6 hónapra kiterjeszteni egyszerűen nem tartunk megfelelőnek. Ez mind azt fogja eredményezni, hogy 6 hónapos váltásban fognak bizonyos munkakörökben pörögni a munkavállalók. 6 hónapnál ki fogják őket rúgni, úgyhogy nem fogják megkapni azokat az ellátásokat, vagy azt a kompenzációt, amit egyébként egy normális munkaviszonyban már megkapnának. Tehát ez egyértelműen visszaélés, még a 3 hónappal is vissza tudtak élni bizonyos munkáltatók, a 6 hónappal pedig teljes mértékben. Az, hogy kollektív szerződéshez van kötve, az egy álszent dolog, hiszen a szakszervezeti tisztségviselők annyira kiszolgáltatottak a munkáltatójukkal szemben, és ezt még tovább fokozzák ebben a törvénymódosító csomagban, hogy ez erre nem lehet hivatkozni, hogy majd a munkavállalók érdekeit fogja képviselni, és csak akkor fogják ezt beletenni, hogyha ez az ő érdeküket képviseli. Szintén ehhez kapcsolódik a munkavállalók kiszolgáltatottságához a túlmunkának a szabadidőben történő megváltása, ezt is meg akarjuk vetetni a módosító csomagból, illetve a szabadság 2-nél több részletben történő kiadása, és a 36, illetve 44 órás munkahét, hát úgymond egymással történő kiegyensúlyozása, ezt mind szükségtelennek tartjuk. Ezek így önmagában egyik sem nagy módosítás, önmagában egyik sem eredményez nagy kiszolgáltatottságot, de mindez így együtt úgymond rugalmasítja a munkaerőt, tehát tulajdonképpen folyamatosan rendelkezésre kell állnia majd a munkavállalónak, ezáltal kiszámíthatatlanná válik az egész életvezetése, a pihenőideje, a családideje, vagy adott esetben a másodállás, amit vállalt, azt kell fölmondania, azért, mert mindig össze-vissza lehetősége lesz a munkáltatójának, hogy bármikor munkába berendelje. Egyelőre a munkatörvénykönyvéhez ezeket a módosítókat nyújtottuk be, a többiről meg majd a vita második szakaszában. Köszönöm a szót! A következő felszólaló Varga László, az MSZP képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Jó magam a ajánlás 3-as, 6-os pontjához szeretnék hozzászólni, és a 22-es ponthoz mindenképpen. Először is talán a 3-as pontról, amely nyilvánvalóan egy emblematikus példája annak, amelyet már Nemény András képviselőtársam is említett, annak, hogy a törvényjavaslat maga a rugalmas munkaerőpiacot úgy képzeli el, hogy a munkaadók számára rugalmas munkaerőpiacot eredményez, hiszen a 6 hónapos próbaidő lehetősége az nyilván kedvező a munkaadók számára, ugyanakkor pedig kedvezőtlen a munkavállalók számára. Erre teszünk egy tétova kísérletet, de hát azt gondoljuk alapvetően, hogy sajnos nagyon kevés az esélye annak, hogy nyitott fülekre találjunk. Arra teszünk kísérletet, hogy itt a régen szokványos 3 hónapos próbaidőhöz térjünk vissza ebben a tekintetben. A 6-os ajánlási pont tekintetében Nemény András képviselőtársam már beszélt róla, itt a 44 órának a további fenntartása ellen igyekszünk egy kísérletet tenni ennek a hosszú szakasznak a kivételére. Nem indokolja semmi, az önök retorikájában sem indokolja egyébként semmi, hogy ez továbbra is fennmaradjon, és egyébként nagyon komoly szakszervezeti tiltakozás is van ebben a tekintetben. Én azt gondolom, hogy érdemes ebben, hát mondjuk minimum empátiával tekinteni a szakszervezeti világra, bár nincsenek illúzióm, a következő napirend éppen a érdekegyeztetés szétveréséről szól, tehát valószínűleg ebben sem lesz túl nyitott a kormány. További javaslatainkról részletesen beszélt képviselőtársam, mind-mind a rugalmasság tekintetében lépne föl, de hát inkább a munkavállalói oldalon, amelynek hát csiráit sem igazán látjuk a törvényjavaslatban. Azonban az már minden határon túlmegy én szerintem, és ráadásul Fidesz szándékaival, legalábbis az elnök törekvéseivel mindenképpen, a miniszterelnök törekvéseivel mindenképpen ellentétes folyamatot
eredményez az, hogy a túlmunka tulajdonképpen hát szabadsággal is megváltható lesz, tehát nem kell kifizetni. A munkaadó úgy gondolja, akkor szabadidő jár majd ezért a időszakért. Ennek a szakasznak a kivételét javasoljuk, mégpedig azért, mert hogy az évértékelőjében maga Orbán Viktor ismerte el azt a egyébként közhelyet, hogy ha jól emlékszem, Demján Sándor beszélt előtte és kifogásolta azt a KDNP-s indítványt, amely arról szól, hogy vasárnap bizonyos kivételektől eltekintve legyenek zárva az üzletek Magyarországon. Erre a miniszterelnök azt válaszolta az ezt követő felszólalásban, hogy egyelőre nem támogatja ezt az indítványt, majd néhány év múlva kell rá visszatérni, és azért nem támogatja ezt az indítványt, mert rengetegen ebben az országban 8 órai munkából nem tudnak megélni. Ez lehetetlen számukra. Akkor különösen érthetetlen az, hogy a ilyen módon többlet munkavégzésüket miért nem lehet honorálni munkabérrel, többlet munkabérrel, miért dönthet úgy a munkaadó egyoldalulag a munkaadó számára rugalmas munkaerőpiac jegyében, hogy őket szabadidővel jutalmazza. Ezeknek az embereknek nem feltétlen többlet szabadidőre van szükségük, hanem több forrásra van szükségük, hogy az egyébként is megnehezült körülményeiket a nominál értékben is, de egyébként reál értékében mindenképpen csökkenő béreiket kompenzálni tudják, úgyhogy ezt a javaslatot érthetetlennek és mindenképpen kivételre javasoltnak tartjuk. Összességében véve nyilvánvalóan reménykedünk abban, hogy legalább néhány javaslat meghallgatásra talál, de hát az előterjesztő és a bizottság nyilatkozatai alapján mindenképpen szkeptikusak lehetünk sajnos ebben a tekintetben. A mi érdekünk az, hogy a munkavállalók legyenek hát rugalmasabb helyzetben, a munkavállalók jogai, lehetőségei bővüljenek egy ilyen nehéz időszakban, nem pedig a munkaadóké. Nekünk ez az elsődleges szempont. A saláta jogszabályuk alapján sajnos úgy tűnik, hogy önöknek nem ez. Köszönöm szépen, elnök úr. 2 perces felszólása következik, Schiffer András, az LMP képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Én 2 ajánlási ponthoz, a másik és a 15. ajánlási ponthoz szólnék hozzá. Mind a kettőnél Kaufer Virág képviselőtársam terjesztett elő módosító javaslatot. Ugye a második pontban arról van szó, hogy szeretnénk, hogyha nem válna még véletlenül sem kollektív szerződés útján sem főszabályá a próbaidő lehetséges maximális időtartamának a megemelése. Mi azt javasoljuk, hogy valóban és törvényben rögzített módon csak kivételes esetben lehessen kollektív szerződésben 6 hónapot kikötni. Azt mondjuk, hogy a munkakörök sajátosságára tekintettel az adott munkakör tételesen megjelölve állapíthat meg csak ilyen szabályt a kollektív szerződés. Teljes tévút az, amit a kormány a maga számára kijelölt. A munkaerőpiac rugalmasabbá tétele nem fog munkahelyteremtéssel járni. Ezt a neoliberális, neokonzervatív kottát eljátszották már Amerikában a 80-as években, Nagy-Britanniában is a 80-as években. Ettől nem lesz több munkahely az országban, de az emberek kiszolgáltatottságát ezzel önök növelik. Másik, a 15-ös ajánlási ponton, ott pedig egyszerűen arról van szó, hogy nem látjuk be, hogy miért ne lehetne fönntartani azt a szabályt, hogy a szabadság időtartamának 2/3-át a munkavállaló kérésének megfelelő időpontban kell kiadni. Megint csak arról van szó, hogy önök rendületlenül hisznek abba, hogy a munkavállalók jogfosztása az önmagában munkahely teremtéssel fog járni. Nem így van. Embereket kiszolgáltatottá tesznek, embereket megaláznak, elveszik a jogot attól, hogy a szabadság nagy részéről a dolgozó döntsön. Ettől nem lesz államtitkár úr több munkahely ebben az országban. Köszönöm. Mivel több felszóló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát lezárom, és egyben megnyitom a részletes vita második szakaszát, az ajánlás 38-tól 51. terjedő pontjaira, az előző szakaszban tárgyalt 45. és 50. pontok kivételével. Megadom a szót Berta Szilviának, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Az egyik, amiben ebben a vitaszakaszban szeretnék beszélni, az a munkaügyi ellenőrzésekről szóló módosítások.
Itt sajnos kikerült a kötelező bírságolási körből nagyon sok olyan fontos dolog, ami jellemzően pont a multinacionális cégeknél merültek fel jogsértések, és ez ideig kötelező volt ilyen esetekben a bírságolás. Ilyen például, ha nem tett eleget a munkaidő nyilvántartás vezetésének, vagy kettős nyilvántartást vezetett, illetve megsértette a munka és pihenőidőre vonatkozó szabályokat a munkavállalók több mint 20%-ánál, illetve érthetetlen módon kikerült a szakszervezeti tisztségviselők munkajogi védelme is, hogyha azt megsértik, akkor is eddig kötelező volt bírságolni, és ki akarják venni. Hát értjük mi azt, hogy a kormány rendeletben szabályozhatja majd, tehát ezt rendeleti körbe akarják vonni a bírságolások meghatározását, de ezek olyan fontos és nagy horderejű jogsértések, amiket törvényben tartunk szükségesnek lefektetni, nem pedig csak rendeleti szinten szabályozni. Ezért mi ezek visszahelyezését javasoljuk. A másik, amit nem értünk, és ezért ezt mindenképpen szükségesnek vagyunk kivetetni, az egyenlő bánásmód alól történő felmentés, akkor, hogyha a helyi önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság vagy közhasznú szervezetnél történik munkaerőkölcsönzés. Ugyan az Európai Unió az lehetőséget ad arra, hogy bizonyos esetekben az egyenlő bánásmód alól felmentést adjanak, de ez nem tulajdonosi körhöz vagy tevékenységhez, hanem a foglalkoztatás céljához köti. Tehát, hogyha különösen hátrányos helyzetű tartós munkanélküliek munkaerőpiacra történő visszavezetését jelenti a foglalkoztatás, akkor ott nem kötelező betartani az egyenlő bánásmód elvét, tehát lehet adott esetben pozitívan is diszkriminálni. De ez nem egy komplett ágazatra vagy tulajdonosi körre vonatkoztatható, hanem kifejezően a foglalkoztatás célja szerint. Úgyhogy mi ezt itt diszkriminációnak értékeljük. A harmadik pedig, ami szintén a munkaerőkölcsönzéssel kapcsolatos, az az 5 évig, tehát hogy a határozott időre maximum 5 évig terjedhet a munkaerőkölcsönzés. Igazából egy kicsit az a benyomásunk, hogy a kormány pontosan nem is tudja, hogy mit is kezdjen a munkaerőkölcsönzéssel, tehát nincs kifejezett célja, hogy mire akarja használni ezt a foglalkoztatási formát. Célszerűen lehetne ágazati, speciális jellegű foglalkoztatásként tekinteni rá, mert bizonyos típusú ágazatokban hektikusan jelentkezik a munkaerőigény, illetve vannak projektmunkák, amikor kifejezetten egy adott munkára keresnek munkavállalókat. Ez is lehetne egy cél, vagy lehetne az is cél, hogy mondjuk a tartós munkanélkülieket visszavezetni a munkaerőpiacra, és mindkét esetben szükség lenne arra, hogy amennyiben egy adott munkáltatónál hosszabb időn keresztül már megfelel a munkavállaló, akkor ne a munkaerőkölcsönzéses munkaviszonyban foglalkoztassák, mert ez mindig valamilyen szempontból hátrányt jelent a határozatlan idejű alkalmazotti munkaviszonyhoz képest, és itt mi maximum 2 évet tartunk jogosnak és elfogadhatónak, ezért ezt a 2 évet indítványozzuk módosító javaslatba. És hát úgy érezzük, hogy az egész munkaerőkölcsönzési szabályozást egy kicsit célszerűbben kellene igazából meghatározni. Köszönöm a szót, elnök úr! Mivel több felszóló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát és a vita nélküli vita egészét lezárom. Megkérdezem Comba Sándor államtitkárt, igen, kíván válaszolni az elhangzottakra. Igen, köszönöm szépen a szót, elnök úr. Néhány gondolattal szeretnék reagálni az előttem szólókhoz. Nemi András képviselő, illetve hát gyakorlatilag ugyanazokat a témákat jártuk körbe megszólalóktól függetlenül. Ugye itt a rugalmas foglalkoztatás feltételeinek a megteremtése a kormány nagyon fontos prioritása, célja. Ugye jeleztük, hogy szeretnénk, ha néhány éven belül az egyik legrugalmasabb munkaerőpiac működne Magyarországon, és az, hogy ez mennyire munkahelyteremtő, vagy mennyire nem, ugye itt a Schiffer képviselő társam jelezte, hogy neoliberális, meg a jó ég tudja milyen fajta, én hál' Istennek ebből úgy kikerültem, én csak a józan ész látom. A józan ész a következő mondja, ha a válság idején ez a 36-44 óra nem jön be. Meggyőződésem, kedves képviselő úr, frakcióvezető úr, hogy több tízezer ember veszíti el az állását. Ez 100%-osan biztos. Tudnillik, ebben a helyzetben
hogy ha nem nincs meg az a rugalmasság, az a puffer, amivel a munkáltató, és tudja, hogy az autóipar volt az első, aki ugye annak idején erre elég érzékenyen reagált. Ha nem képes reagálnia a megrendelési állomány csökkenéséhez, növekedéséhez, akkor nem tud más tenni. Először a kölcsönzött emberektől szabadul meg, utána a határozott ideje, ismeri a receptet, majd a végén ugye szép csendesen leépíti az állományát. Tehát nagyon lényeges kérdés, és nekem meggyőződésem, vagy nekünk meggyőződésünk az, hogy igenis, ez a fajta rugalmasság, mindegy, hogy minek nevezzük, de hatékonyan képes a munkaerőt megtartani, ami számos esetben legalább annyira fontos, mint adott esetben új munkahelyeket létesíteni. Ugye itt most ez a 44 órát hallunk mi sok mindent, azt, hogy 5,5 napos lesz egy munkahét, meg a fene tudja, hogy miket mondtak ugye az elmúlt időszakban számos esetben sajtó, meg egyeben keresztül, hát szeretnénk jelezni, egyértelművé tenni, hogy 40 órás a munkahét, és 40 órára van fizetve a munkavállaló. A 40 órától eltérni, ugye, annyit lehetett 44 órába, mint amennyit 36 órába. Tehát összességében a 40 órás munkahétnek teljesülnie kell éves viszonylatban, pont. És a 36 órás munkahétnél is 40 órát fizetnek, meg a 44 órásnál is 40-et fizetnek. Ez egy nagyon lényeges kérdés. Hogy hogyan védjük a munkavállalót, azt is, ha figyelmesen olvassák a jogszabálytervezetet, ugye arról szól, hogy legfeljebb három hónap után, egy 36-os ciklus után a 44-et meg kell kezdeni. Azért ez egy lényeges dolog, nyilván nem akartuk engedni, hogy egyébként a munkáltató kénye kedve szerint igazgassa ugye a 44 órát. A másik, ha a 44 órát időszakot mégis túllépi, háromszoros fizetést kell neki adnia a munkavállaló számára. Tehát többszörösen meg fogja gondolni, úgy gondolom a munkáltató, hogy merje túllépni adott esetben ezt az időtartamot. Tehát számos olyan fék van betéve a rendszerbe, ami egyébként a munkavállaló számára nem is rugalmasságot szoktunk mi, hanem biztonságot. Ugye biztonságnak nevezni azt, amit a munkavállalói oldalon kell teljesíteni, hogy ez meglegyen. Gyes-gyed témája ugye itt a 6 hónap helyett 1 év. Természetesen ugye a kormány számára most is kiemelt terület egyrészt a nők foglalkoztatásának a növelése, ezen belül is a kisgyermeket nevelő anyák mielőbbi munkaerőpiacra történő visszajutásának az elősegítése. De ez is kétélű fegyver. Ugye önök is nagyon jól tudják és érzékelik azt, hogy ha túlságosan bebetonozunk, idézőjelben mondva, egy-egy csoportot, az adott esetben a munkáltató oldaláról jelentheti azt is, hogy egyre kevésbé fogja ezt a csoportot a munkához hozzásegíteni. Tehát ugye szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy itt egy fizetés, egy viszonylag hosszú fizetés nélküli szabadság után jár egy fizetett szabadság. Ilyen azért Európában nem olyan túl sok helyen van. Önmagában ez még természetesen nem probléma, de ha nekünk a célunk az, hogy mielőbb munkába tudjanak jutni a fiatal nők, vagy a családot nevelő, a gyereket nevelő nők, akkor ezt is ugye tekintetbe kell vennünk. A 6 hónapos próbaidő témája, ugye a közigazgatásban ez már régen 6 hónap, és működik a rendszer. Tehát szeretném itt is fölhívni a figyelmet, hogy az, hogy kollektív szerződés rögzíti, azért az azt jelenti, kollektív szerződést nem túl sok helyen van ma Magyarországon. Nem örülünk neki. Szeretném hozzátenni, nagyon jó lenne, egy kormány számára is nagyon jó az, hogyha a ágazati párbeszéd, vagy még akár adott esetben egy-egy gyár területén erős szakszervezet és erős munkaadói oldal egyeztet, és ennek egy nagyon komoly, az egyeztetés kapcsán egy komoly ugye eredményre jut. Ez mindenki számára, ez lenne az ideális eset, csak hogy ilyen ugye a magyar helyzetet figyelve nem igazán mondható túlságosan erősnek ez a fajta kollektivitás. Tehát a kollektív szerződés az egyértelműen meghatározza azt, hogy egyrészt csak ott lehet, ahol kollektív szerződésre jogosult felek vannak, másrészt pedig, ha a kollektív szerződésben nem tudnak megegyezni, akkor nincs 6 hónapos próbaidő. Ez egy elég egyértelmű, szerintem is exakt megfogalmazás. Szabadság kiadása. Hát itt is ugye hangoztak hírek, hogy 2 hetes lesz a szabadság. Szó nem volt erről soha, ugye?
Itt annyi az eltérés, hogy jelen pillanatban, ugye kettőnél több részletben csak a munkavállaló kérésére lehet kiadni a szabadságot, az új szabályozás szerint pedig arról szól, hogy kettőnél több részletben is ki lehet adni, de ehhez a munkáltatónak nagyon komoly indoklással kell bírnia, és ráadásul a helyzet az, hogy két hétig, ugye egybefüggő két hetes szabadságot akkor is ki kell adni, hogyha a munkavállaló ezt egyébként kéri. Tehát úgy gondoljuk, hogy ez a fajta szabályozás sem csorbítja a munkavállalók érdekeit. Ugye itt azt hiszem, hogy a legfontosabb dolgokra reagáltam. Én azt egyrészt megköszönve azt a képviselőtársaknak, hogy ebben a nagyon komoly vitában részt vettek, és tevékenyen próbálták segíteni a munkánkat. Én azt szeretném kérni önöktől, hogy higgyenek abban, hogy ez a fajta rugalmassá tétel, a munkaerőpiac rugalmasabbá tétele, ez kifejezetten segíteni fogja azt a törekvést, amelyet a kormány szeretne az elkövetkezendő időszakban elérni, hogy minél több embernek munkahelye legyen Magyarországon. Köszönöm szépen! Tisztelt Országgyűlés, a benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Soron következik a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácstól szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés T/ 3359-es számon, az együttes bizottsági ajánlás pedig T/ 3359/23-as számon megkapták és megismerhették. Indítványozom, hogy a részletes vitában a benyújtott módosító javaslatokat két szakaszban tárgyalja meg az Országgyűlés. Felkérem Tiba István jegyző urat, ismertesse az egyes vitaszakaszokat. Tisztelt Országgyűlés! Az elnöki javaslat a következő. Az első vitaszakaszban szereplő javaslatok a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács működésével, feladatkörével kapcsolatos módosításokat tartalmazzák. Ezek az ajánlás 1-től 17-ig terjedő pontjaiban szerepelnek. A második vitaszakasz a törvényjavaslathoz kapcsolódó egyéb törvények módosítását kezdeményező indítványokra nyílik meg, az ajánlás 18-tól 26-ig terjedő pontjai szerint. Kérem, hogy aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, megalapítom, hogy az indítványt az Országgyűlés elfogadta. Kérem a felszólalni kívánok képviselőket, hogy jelezzék, hogy a bizottsági ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni. Az időkeret, ahogy eddig is vitaszakaszonként 6 perc, megnyitom a részletes vita első szakaszát, tehát az ajánlás elsőtől a 17-ig terjedő pontjaira, és megadom a szót elsőként Berta Szilviának, a Jobbik képviselőjének. Köszönöm a szót, elnök úr. Az általam beadott három törvénymódosító javaslat tulajdonképpen mind összefügg, úgyhogy én egybe beszélnék róluk. Ennek a három javaslatnak tulajdonképpen a lényege az, hogy megpróbálna a tanácson belül létrehozni egy állandó szakmai munkacsoportként, tulajdonképpen az eddigi háromoldalú egyeztetésnek megfelelő alcsoportot vagy albizottságot, amiben a kormány képviselője is részt venne a foglalkoztatásért felelős miniszter személyében. És tulajdonképpen ez lenne ennek a lényege. Nagyon fontosnak tartjuk a háromoldalú egyeztetés létrehozását. Ugye ez nagyon szép, és úgy hangoztatja a kormány, hogy a munkaadók és a munkavállalóknak kell elsősorban megegyezniük, csak hogy az egyesség valódi kereteit a kormány határozza meg a költségvetési lehetőségek, illetve a kormányzati célok függvényében. Ezért, mint harmadik fél, mindenképpen szükség van a tárgyalásokban a kormány megbízottjára. Köszönöm a szót! Két perces felszólalása következik Nemény András, az MSZP képviselője. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt Országgyűlés. Az ajánlás 1-től 17. pontjáig szólok hozzá, mégiscsak két perc lesz a hozzászólásom, mivel ennek az ajánlási pontok a tanács működése és feladat köréről szólnak, és ezzel úgy általában és egészében vannak fenntartásaink. Azt gondoljuk, hogy ez az új Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács ezzel a működéssel és feladatkörrel alkalmatlan lesz a munkavilágának a konfliktusait rendezni, hiszen nincs is rá eszköze. Mert hát mit is tehet? A tervezet szerint nyomon követ és elemez,
megvitatja a stratégiákat, véleményt nyilvánít, részt vesz hatások feltárásában, konzultációt folytat stratégiai kérdésekről, megtárgyal társadalompolitikai kérdéseket. Jól látható, hogy sok mindent csinál, de talán a legfontosabbat nem teszi, nem dönt. Körülbelül azt fogja mondani, hogy majd az egyes javaslatokra jó lenne, és aztán a kormány meg majd azt mondja rá, hogy jó lenne, ha jó lenne. Pláne úgy mondja rá a kormány, hogy nem is tagja ennek a testületnek, kivonult belőle. Talán nem véletlenül a bizottságülésen nagyon éles kritika hangzott el. Mind a munkaadók, mind a munkavállalók alkalmatlanak találják ezt az új tanácsot arra, hogy a korábbi országos érdekeztető tanácsnak a funkcióját betöltse. De hogy ezt a frakciónk is alkalmatlannak tartja, és ezért mi módosító javaslatunk nagyon egyszerű, az országos érdekeztető tanács megtartása a régi formájában. Köszönöm szépen. Két perces felsorolása következik, Schiffer András, az LMP képviselője. Köszönöm szépen, elnök úr. Túl azon, hogy önmagában magát a törvényjavaslatot, illetve az NGTT-nek az ötletét úgy, ahogy van, koncepcionálisan elutasítjuk, hiszen ez az egész törvényjavaslat és az országos érdekegyeztető tanácsnak a megszüntetése nem jelent mást, mint hogy önök egyszerűen nem hajlandóak szembenézni azzal az ellentéttel, ami ebben a rendszerben a munka és a tőke között húzódik. Nem néznek szemben azzal a felelősséggel, amit egyébként már napról napra lehetne érezniük, hogy egyre nagyobb ebben az országban a felháborodás az önök gazdaságpolitikája miatt, és előbb-utóbb kezelhetetlenné válnak ezek a feszültségek. Ugyanakkor, amihez konkrétan szeretnék hozzászólni, az a 8-as számú módosító javaslat Román István képviselőtársunktól. Ugye tovább cizellálja azt, hogy kik lehetnek a gazdaság képviselői, és az egész Fidesz-KDNP szemlélet nagyon szépen kiviláglik ebből, azt mondja, hogy olyan társadalmi szervezeteknek a vezetői, amelyeknek létesítő okiratban foglalt célja a gazdasággal összefüggő érdekek képviselete, nem sorolom tovább, és amelynek tagjai tevékenységük területén jelentős piaci részesedéssel vagy gazdasági súllyal bírnak, miközben ugyanezen pont A alpontjában a törvény szerinti országos munkáltatói érdekképviseletek is benne vannak ebben a folyamatban. Ebből csak az világlik ki, hogy ami önök számára viszont rettenetesen fontos, és ezt egyébként már a kormányprogram vitája óta tudjuk, az az, hogy az önökkel szövetséges különböző tőkés körök megfelelően be legyenek vonva fel az egész folyamatba. Erről szól ez a kis apró módosítás, ez az önök egyetlen érdeke, amit itt meg akarnak jelentetni, túl azon, hogy ezekkel a szépségflastromokkal biztosítsák bármilyen társadalmi krízisnél is a hivatkozási alapot, hogy önök az egyeztetési kötelezettségüknek eleget tettek. Most előre mondom, önök az egyeztetési kötelezettségüknek nem fognak eleget tenni ezzel az újfajta szimulált érdekegyeztetési tanáccsal. Köszönöm szépen. Mivel több felszóló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát lezárom, és megnyitom a részletes vita második szakaszát az ajánlás 18-tól 26-ig terjedő pontjaira. És megadom a szót Varga Lászlónak, az MSZP képviselőjének. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr, én mindösszesen az egyetlen módosító indítványunk által érintett 26-os ponthoz szeretnék hozzászólni. Nyilván nem én, András képviselőtársam, több ellenzékű képviselő is taxálta végigment azokon a pontokon, amelyek a egyes hatásköröket érintik itt a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanács kapcsán. Nemény András képviselőtársam elmondta, hogy itt alapvetően ennek a új fórumnak igazán véleményezési joga lesz, nyomon követ, elemez különböző folyamatokat, de hát nem lesz eszköze érdemben. És ráadásul ugye a kormány is kivonul az érdekegyeztetésnek ezen folyamatából. Az Országos Érdekegyeztető Tanács az elmúlt több mint 20 évben azonban több nagyon kiélezett helyzetben is úgy ítélem meg, hogy jelesre vizsgázotta tripartit érdekegyeztetés folyamatában. Érdemi döntési jogkörei voltak, és egyébként meg természetesen a társadalmi párbeszéd intézmény rendszerének a egyik alapköve volt, hanem a legfontosabb eleme. Én azt hiszem, hogy nagyon rossz út az, hogy a OÉT megszüntetése kerül.
tulajdonképpen lehetőséget ad önöknek a mi 26-os ajánlási pont alatt szereplő módosítóindítványunk arra, hogy ezt a fajta nemzeti gazdasági és társadalmi tanácsot létrehozzák, azonban arra teszünk javaslatot, hogy az OÉT szabályozása kapcsán a OÉT-ről szóló törvényt, illetve a végrehajtási rendeletet ne töröljék el, ne szüntessék meg, hiszen nem is kérdezték meg ugye a három oldal közül a másik kettőt erről, semmilyen mód nem volt arra, hogy a munkaadói oldal és a munkavállalói oldal elmondhassa az érveit. Hogy mondjam el, hogy nyilvánvalóan különösen felháborító szakszervezeti oldalról ez a kérdés, és munkavállalói oldalról, de egyébként az önöknek oly fontos munkaadói oldal is többször tiltakozott ez ellen, hiszen megfelelő formának tartották az OÉT-et az elmúlt években, úgy gondolták, megfelelően működött. Igaz, már egy utalójel volt az, hogy az elmúlt egy éves kormányzások alatt gyakorlatilag nem működtették ezt a fórumot, nem voltak kíváncsiak a itt elhangzottakra, az itteni véleményekre. A képviselőindítványoknak álcázott kormány előterjesztéseik is azért ebben a formában jönnek be rendszeresen a tisztelt ház elé, mert hát ilyen módon nem kellett például az OÉT-tel nagyon fontos sarokpontokat egyeztetniük. Hát egy tiltóval kísérletet tettünk még ezzel a módosítóval, nyilván nem fogjuk itt alapvetően a szándékukban megingatni önöket, nincsenek illúzióink, azonban fel szeretnénk hívni arra a figyelmet, hogy a társadalmi érdekegyeztetést ilyen módon a háromoldalú rendszert gyakorlatilag szétverik, kivonulnak ezekből a folyamatokból, és gyakorlatilag ez nyilvánvalóan a tőke oldalát fogja szolgálni, semmiképpen nem a magyar munkavállalók tömegeinek érdekeit. Köszönöm szépen. Felszólásra következik Nemény András, az MSZP képviselője.